A kormány elrendelte a déli határ megerősített védelmét. Azt látjuk, hogy a térségből érkező adatok alapján a helyzet az a korábbi két év viszonylagos nyugalmi állapotánál lényegesen rosszabb. A nyomás a déli határon a következő időszakban is jelentős lesz, és azt tudom még mondani, hogy a balkáni útvonalon az elmúlt egy évben megduplázódott a migránsok száma, jelenleg is több mint 100 000 migráns tartózkodik a balkáni útvonalon. Jelentős aktivitás figyelhető meg ebben a térségben, ami arra is irányul számtalan szervezet részéről, hogy hogyan lehet az ott lévő embereket Európa közepébe, szívébe juttatni. Azt tudjuk csak mondani, hogy a magyar hírszerző szervek is minden adatot értékelnek, és a kormány ezért is döntött arról, hogy a határt védő katonák számát megduplázza.